40 éves lettem tavaly, és benne volt nem kapuzárási pánik, hanem életközepi válság. Az nem optimális, hogy pont amikor ők végeznek az iskolába, óvodába, bölcsödébe, akkor jövök én be ide dolgozni, mire hazaérek, lefeküdtek aludni. Ez nem jó. Ez megoldható probléma. És hogy ugorjátok ezt meg? Sehogy. Olyan régi traumák jöttek belőlem elő, amit azt gondoltam, hogy már rég magam mögött hagytam, és mégis hirtelen azt éreztem, hogy igen, azt elnyomtam. Köszönjük az Allianznak, hogy új elektromos autó biztosításával támogatja utónkat. Sziasztok, üdv mindenkinek! Itt vagyunk a Centrál Színház művészbejárójánál. Mai vendégem ugyanis épp most próbálja szerintem élete legnagyobb szerepét. Martinovics Dorináért jöttem. Nézzük meg! Újra belelapozok a papírjaimba. Védencem kényelmetlenül fészkelődik, megismétlem a kérdést. Látom, hogy a tanú megnyugszik, leengedi a vállát. Már nem is figyel, ellentmondásba keveredik. Hagyom, hogy kimagyarázza, csak bólintok. Ez az a rész. Bólogatok. Egyre mélyebbre ássa magát, csak beszél. Köszönöm így már valamivel. Nekem ez csak előről megy. Onnan szeretnél lapozgatok, vagy ez újra belelapozok? Újra? A sztárjogás sikereket a vonaton hagyom, amikor leszállok otthon. Végigsétálok az utcán, megállok a sarkiboltnál. Próba után, előadás előtt pihi. Jó? Jó. Igyekezlek nem nagyon megkínozni, tudom, mennyire szeretsz interjút. Igen. Imádok. Ez a hobbi. Imádok magamról beszélni. Figyelj, ami jól esik, jó, bár most lehet, hogy magam ellen beszélek, de tényleg nem kínozni akarunk, hanem beszélgetni, mert vártunk rád egy olyan évet, kb. És hogy most viszont oly szuper apropója van, hogy találkozunk, és még egyszer nagyon köszi, hogy beengedtetek minket a szentélybe, ahol a próba zajlik. Mert ugye egy egyszemélyes darabot, az első monodrámádat próbáltam. És az utolsót, az biztos. Már most? Igen. Szeretem, de nem nekem találták ki ezt a műfajt. Mi a baj vele? Hogy egyedül vagyok, hogy azt szeretem a színészetben, amikor kimegyek a színpadra, és ott a többiekkel összehozunk egy történetet, és ezt most kihúzták a lábam alól, és egyedül érzem magam. És kénytelen leszek a nézőkbe belekapaszkodni egyelőre most a rendezőnkbe, és utána pedig remélem, hogy megtalálom benne az örömömet, mert igen, tehát félek tőle szabályosan. És te, amikor félsz valamitől, akkor hát nagyon úgy tűnik, a melléketláb ábra legalábbis azt mutatja, hogy akkor elindulsz felé. Tehát, hogy nem elszaladsz, hanem inkább mész, kicsit ilyen kamikáze módon. Hát igen, hajlamos vagyok neki rongyolni, szeretek nulláról indulni, vagy vesztett helyzetből valahogy mégiscsak jól kikeveredni a dolgokból. Amikor először mondta a Puskás Tamás, hogy van itt egy monodráma, akkor azt mondtam, hogy biztos, hogy nem. És aztán mondta, hogy azért nézek utána, és megnéztem a trélerét, és a Jodie Comer játsza ezt Londonba. Ugye ez a Killing Eve, megszállottak viadala. Imádom. És megláttam, és azt éreztem, hogy úristen, azt akarom csinálni, amit ő csinál. És sajnos onnan elindult a lavina. Igen. És ő olyan érdekes, hogy ő azért hasonló típus, legalábbis nekem nézőként. Ez a egy kicsit nekem is abból a szempontból, hogy nem úgy nő, vagy nem is tudom, olyan nő, de közben van benne az is, könnyed huncutság, meg van benne karc, van benne valamilyen, és ez benned is van. Van ez az ilyen törékeny szépség, és akkor benne van egy ilyen kis rossz csontság benned. Igen, és ezt láttam a próbán is. Rohadt nehezen képviseltem világéletemben. A női vonalat, mármint ezt. Hogy nem szeretek sminkelni, női ruhákba járni, valahogy akkor érzem magam jól meg biztonságban, hogyha nem teszem ki azt, hogy nő vagyok. Érdekes. Vegyék észre anélkül is, ha meg valaki nem vesz észre, akkor nem az én problémám. Ez neked nem is fontos neked akkor, hogy... Nem fontos. Vagy a nőiességeddel keltsél hatást, mondjuk? Egyáltalán nem fontos, sőt egyáltalán nem tudom és nem szeretem csinálni. Általában, hogyha próbálok, akkor de már ismernek azért annyira szakmában, hogy nekem például nem szabad azt mondani egy próba folyamat alatt, hogy legyél szexi. Mert ugye azt mondják, hogy legyél szexi, teljesen bezárok, összezavarodok, és nem tudom, hogy mit műveljek. Tehát hogy akkor valahogy olyan kitettnek érzem a dolgot, vagy ilyen legyek szexi, nem áll. Olyan, amikor azt mondják, hogy legyél vicces nulláról, hogy most mit mondjak be vicceset? Várjál, valami történt. Elnézést, hölgyem, benézhetek a kesztyűtartóját? Nagyon remélem, megy. Minden oké. Okay. Csak már ez az elingvás kicsit bonyolult volt, és... De minden rendben? Minden rendben. Most már biztos. Tudod, hogy ezt benne hagyjuk. Hello! Köszönjük, Sanyi! Fegyvernek is Sanyit láttátok, az operatőr vágónkat is megijedt. Sanyinak van néha ilyen parája, mert itt van benne ugye a kesztyűtartóban a hangfelvevő. És itt van ugye a két mikrofon, hát most akkor már ilyen kis kulisszás lesz az adás, és hogy néha, hogy úristen, hogy biztos, hogy elengedtem. Teljesen megértem. Most ahogy benézett, nekem is az jutott az eszembe, hogy úristen, előről. Egy kicsit én is megértem. Nem azért, mert kellemetlen, csak azért, mert olyan... Én egy kicsit azért, mert tudom, hogy te nem szereted. Nem spontán módon utána megint elmondani ugyanazt fura. Ott tartottunk, hogy amikor azt mondják neked, hogy légy szexi, akkor bezárulsz róla. De azt tudod olvasni, ha valaki szexi, tehát hogy nyilván. Látom, hogy hogy csinálják, csak nem, azt érzem, hogy nekem nem áll jól valahogy. Lehet, hogy igen, mindig fiús voltam. Fiúk között is nőttem fel, apukám vízilabdaedző volt, és fiú vízilabda csapatban nőttem fel, és valahogy ott is mindig mindenki meglepődött, hogy hogy tudok ennyire pasi lenni. Tehát ugye én voltam az, akit nem lehetett, nem sikítozva hagytam, hogy bedobjanak a srácok a medencébe, mint a többi barátnőm, hanem így megálltam, és megmoccantani nem lehetett. És hittem, te vagdostad be a csávókat a medencébe. Azt is el tudom róla akkor már képzelni. De egyébként ezt mondják is olyanok, akik veled dolgoznak, hogy például bulizni is nagyon tudsz. Nagyon szeretek bulizni. Tehát ilyen stábbuliknál te kapcsolod le a villanyt a végén. Igen, nagyon szeretek táncolni. Teljesen lázba tud hozni a 2000-es évek R&B vonala, vagy nem tudom. Na, kik a kedvencek? Nagyjából minden. Gyakorlatilag minden. Hogyha betesznek egy olyan zenét, ami akkorról van, amikor én nem tudom, egyetem eleje, vagy gimnázium vége, az még mindig teljesen kihozza belőlem a... Nem tudom, látod, hogy most váltod, de la szól szólt éppen, csak le van némítva a rádióm. Hogy azért érdekes ez az egész, mert közben meg van egy ilyen... Tudom, hogy próbálod itt minden fiús cipő, meg fiús nadrág, meg minden, de közben van egy olyan elképesztő nőies kisugárzásod, hogy azt nem lehet lekapcsolni. Tehát az nem olyan, hogy így, na jó, én akkor most nem. Szerintem. Egyszer már mondták nekem, és akkor is nagyon zavarba voltam tőle, mert azt éreztem, hogy lehet, hogy nem ismerem magamat, vagy vajon mi sugározhat belőlem, ami miatt bárki is azt gondolja, hogy én lányos vagyok, vagy nőies, vagy szexi, vagy bármi ilyesmi. Tudod, hogy kik fognak most így nagyon tiltakozni? A Pannon GSM reklám óta érted rajongó néző hadak. Tehát, hogy én most azt megnéztem, előkerestem, biztos, hogy mindenki emlékszik rá, a lánya sapkában. Igen. Az még megvan az a sapka. Tényleg? Akkor ez a sajátod volt? Nem, csak nekem adták. Neked adták. Aha. De hogy az egy ilyen ikonikus reklámfilm volt. Még én is emlékszem rá, pedig én nem voltam belé szerelmes. De hogy rendezte, és az volt gyakorlatilag Magyarországon az első olyan reklám, ami olyan megpróbálták nagyon szépre megcsinálni. Történetet mesélt, igen. Ugye? Igen. Az első csomag. Még azért ritka volt. Igen, és Rutka Robiék írták a zenét, szóval olyan nagyon egyben volt az egész. És hogy akkor te még gimis voltál, ugye? Ez gimi vége, igen, negyedikes voltam. Mert hogy drámatagozat, igen. És hogy én azt hallottam, hogy te voltál az egyetlen, aki nem akart színész lenni. Én nem akartam, a barátnőm akart nagyon, és miatta mentem abba a suliba, hogy együtt maradjunk, általános iskola elsőtől együtt voltunk, és nem bírtuk egymás nélkül, úgyhogy én teljesen véletlenül keveredtem ebbe a dologba bele, igen. Ez érdekes, ez a sodródások sorozata, véletlenül keveredtem oda, akkor ugye a monodráma is, hát én nem akartam monodrámát, de hát ez adódott. Ugye azért ennek van egy ilyen mintázata. Nagyon sok, igen, nagyon sok véletlen dolog történt velem, aminek most nem lennék itt, de ilyen rettentően sok. Tehát nem gondol, ez nem, szerintem nem tehetség kérdése, hogy valakinek sikerül-e benne maradni ebbe a dologba, vagy kiszóródik sajnos, hanem olyan nagyon furcsa dolgok történtek velem, hogy véletlenül ott ültem egy váróban, vártam a páromat, miközben hirtelen kijött a, nem tudom, Sándor Pali az irodájából, én nem, semmi, tehát nem a castingra jöttem, meglátott, belerakott a filmjébe. Akkor mivel ott az Alföldi Róberttel forgattam, amikor a Nemzeti Színházat ő átvette, csak én voltam, akit ismert a Robi, és azt mondta, hogy akkor én maradjak azok közül, a fiatalok közül, akiket sajnos nagyon többeket elküldött. Tehát tök véletlenül maradtam a Nemzeti Színházba emiatt, mert a Pali véletlenül meglátott a folyósón. És sorolhatnám, folyamatosan teljesen véletlen dolgok történtek velem, tehát nagyon-nagyon kell a mázli. Mázli is, de azért ezt nem lehet mondani, hogy tehetség nem kell. Hát most nem, biztos, hogy kell akaszthatod valami. Azt, hogy véletlen meglátnak, hogyha közben meg érted, nem megy a dolog. Igen, csak közben hiába vagy marha tehetséges, hogyha nem... Persze, kettő együtt kézen fogva kell. Az, hogy te neked ez megy, hogy te ebbe azért hatást tudsz kelteni, hogy van jelenléted színpadon és vásznon, és az benne mikor tudatosodott? Vagy mikor tudatosodott el? Vagy hogy... Nem tudatosodott el. Nem, akkor most mondom. Ne haragudj. Illetve azt gondolom, hogy lehet, hogy én inkább azt gondolom, hogy egy nagyon érzékeny civil vagyok, mint sem, hogy színész, vagy nem is tudom. Tehát, hogy rettentően érzékenyen érint minden, és ezért a szerepeim is tényleg nagyon valahogy, ezt hogy mondjam, normálisan. Hogy így beléd nyúlnak? Igen, hogy minden, kapok egy szerepet, és valahogy azt érzem, hogy én mit szeretnék, vagy én nagyon meg tudom szeretni a figurákat, akiket játszom, és nagyon melléjük tudok állni. Még akkor is, hogyha ő a negatív figura az adott helyzetben, tehát hogy megkeresem azt, hogy ő miből működik, és nagyon, nagyon tudom szeretni. Igen, meg közben a Centrálban, játszol a Networkben is, ahol meg kifejezetten egy negatív... Igen, az egy nagyon nehéz dolog volt nekem, nem szoktam ilyen szerepeket játszani, nem adnak nekem, én általában én vagyok a lágy, aki sír, meg bántják, még sír, és igazából ez benne is volt abban, hogy a Radnótiból átjöttem tavaly a Centrál Színházba, mert azt éreztem, hogy egyszerűen izgat az, hogy egy új helyen ezek az emberek mit néznek ki belőlem, és merre felé indítanak el. És ez bizonyítja is azóta is a Centrál Színház, hogy mindig olyan szerepeket kapok, amit nem gondolnék, hogy nekem kéne eljátszani, és ettől valahogy új energiát kaptam, vagy... Hogy váltasz? Hol születik meg benned az, amikor azt érzed? Mert ugye vannak ilyen szépen tagolt a te pályád, 8 év Nemzeti, 8 év Radnóti, most elindult egy újabb, ki tudja hány éves szakasz tavaly a Centrálban. Szóval, hogy honnan jön a váltás? Fejből, zsigerből, szívből, honnan? Szívből, fejből sajnos gyakorlatilag nem. Az első váltásom ugye a Nemzetiből volt a Radnótiba, ott egyszerűen csak én ott maradtam a Janszki Attila vezetése alatt, és rettentően hiányoztak a pajtik. Tehát nagyon-nagyon hiányzott, igen, az, hogy azokkal az emberekkel dolgozhassak megint, akikkel a főiskola óta dolgoztam, László Zsolttal, Alföldi Robival is, és a Mohácsi Jánossal, és megkerestem azt a helyet, ahol ebben lehet részem, és ezért mentem át a Radnóti Színházba, hogy ismerős környezetben legyek, ismerős darabokkal, ismerős emberekkel. Most szerintem benne volt ez a 40 éves lettem tavaly, és benne volt nem kapuzárási pánik, hanem életközepi válság, vagy nem is tudom. Mondják ezt így is, igen. Válságnak sem mondanám, csak egyszerűen azt éreztem, hogy most jutottam el valameddig, ahonnan szeretnék így más merre menni, másmilyen emberekkel együtt lenni, és más ingereket kapni, mert szükségem van rá, hogy egy kicsit megváltozzon a levegő körülöttem, és gyakorlatilag a 40. születésnapomon felmondtam. Aznap mondtál fel? Aznap, igen. De a döntés azért gondolom előtte meg. Gondolkodtam már rajta egy ideje, igen, hogy merre felé, vagy hogy érezném jól magam. És igen, valahogy 40 után azt éreztem, hogy most már tényleg szeretnék arra koncentrálni, hogy boldog legyek, hogy a gyerekeim mellettem boldogok legyenek, hogy már nem érdekel semmi, majd lesz valahogy, majd alakul valahogy a szakmám, csak az a lényeg, hogy jól érezzem magam. Ugye mondod, hogy boldog legyek, és akkor adódik a kérdés, hogy mi az, amitől te boldog vagy, de rögtön utána mondtad, hogy a gyerekeiddel legyen elegendő, megmondom, elég jó minőségű idő. Tehát akkor ez egy kicsit ez nehéz. Nekik is szólt ez a döntés? Vagy úgy értem, hogy, hogy azért is született meg? Igazából igen, sajnos nem lett egyelőre több időm rájuk. Aha. Tehát, hogy megint túlvállaltam magam, idén minden évben határozom, hogy visszaveszek, és most megint egy kicsit túlvállaltam magam, de érzem rajtuk is már most, tehát nekik szerintem nagyon fontos, hogy a szülők boldogok legyenek. Hogyha a szülők nem boldogok, hiába van rájuk idő, azt érezni fogják. És érzem a gyerekeimen, a kicsin is, aki csak 2 most, hogy érzékeli ezt, hogy én kicsit felszabadultabb vagyok, és boldogabb. Még csak 2 a kicsi, tényleg, mert hogy itt ilyen nagy korkülönbség van köztük, nem? 2,5. És a Boris, a nagyobb, ő meg 15 fél. 15 fél. Aha, hát akkor az egy ilyen 13 éves korkülönbség, de jó. Az jó, mert akkor már nem tudom, hogy milyen a dinamika köztük, de gondolom a nagyobb már azért segít a kicsiben. Imádja, szerelmes belé, kislány, pesztráját szólnak együtt a nagyszoba kellős közepén, tehát hogy nagyon, nagyon jót tett nekünk a kicsi. Csodások együtt. Szabályosan megható. És az első olyan érdekes, hogy igen, tehát igen, most akkor erről nem akarok beszélni, nem az, hogy csak hogy próbálom olvasni, hogy ne menjek túl be, de közben... Színpadon is ez, hogy hova tegyem a kezemet. Hát az ilyen. Ez valahogy azt jelző, mintha lenne önbizalmam, ezt túlzásnak érzek, én teszem akkor olyan furcsa, amit a takargatnám. Úgy ülj, ahogy kényelmes. Úgy ülj, ahogy kényelmes, csak én nem tudtam nem észrevenni, hogy amikor a gyerekekről kérdezlek, akkor összefontam, és én tudom, meg értem, figyelj, tényleg értem, az a speckó helyzet áll elő, hogy ugye én a mikrofon mind a 2 végén vagyok néha, vagyis hogy nem egyszerre, de hogy tudom ez milyen, úgyhogy csak annyit mondja, amennyi jól esik, csak azért az akkor is érdekes, hogy a színész lét az nem feltétlenül barátja a családi létnek. Nem. És ez sok kolléganőd és kollégád is mondja, nem, mert hogy ezért ez főleg nőknél tevődik fel a kérdés, de azért ez férfi kollégáknál is. Ráadásul, hogyha a színész az apuka is, már pedig mind a 2 gyerek esetében ez a helyzet, akkor ez egy ilyen dupla kihívásos sztori. Igen, nagyon nehéz az estéket megoldani, meg az egészet. Az nem optimális, hogy pont amikor ők végeznek az iskolába, óvodába, bölcsödébe, akkor jövök én be ide dolgozni, mire hazaérek, lefeküdtek aludni, ez nem jó. Ez megoldhatatlan probléma. És hogy ugorjátok ezt meg? Sehogy. Türelemmel mindig ezek az időszakok, akkor ezt majd mindjárt túléljük, majd ezen mindjárt túl leszünk, és várjuk a következőt. De hogy Borisszal otthon voltál 2,5 évig, nem? 2 évig egyáltalán nem csináltam semmit, igen. Nem csináltam semmit. Anyuka voltál. Anyuka voltam. Főztem is. Igen? Sokat főzök. És ez milyen volt? Mert azért ennek vannak kockázatai. Vagy van kockázata a színész embereknél, hogy kiszállni 2 évig? Érdekes, nem gondoltam rá, most sem a Borisnál sem jutott ez eszembe. Vagy nem féltem ettől, nem tartottam ettől egyáltalán, de nem tudom, hogy miért, most visszagondolva. Jézusom! Ja, hát jól jött ki, nézd meg, itt vagy, monodrámát próbálsz. Jól jött ki. Egyébként azt mondtam a felkompan, hogy szerintem ez életed eddigi legnagyobb szerepe színházban. Ez stimmel? Biztos, hogy igen. Biztos, hogy. És most nem csak a feladat mennyiségére gondolok, mert azért itt ez egy nagyjából másfél órás, 100 perces darab, legalábbis az angol, az eredeti, és rettenetes mennyiségű szöveg. Ráadásul ugye a fő szereplő Tessa, vagy te, de a kis szerepeket is te játszod. Igen. És vannak kis szerepek. Anyuka, kollega, stb. Hát egyelőre 2 problémám van ezzel is, amit az egyik, hogy nagyon sok szöveg van, és nemrég kaptad a próba kezdésnél, kaptam meg a szöveget, tehát hogy most szaladok magam után, és próbálok folyamatosan úrvérzésig szöveget tanulni, és tartok tőle, hogy ez sikerül-e biztonsággal, mert belenéztél olyan anyag, hogyha meg akadsz ennek véget, tehát hogy ez nem egy átgondolom beszélgetős dolog, hanem az elején elindul, és elvileg közhenger az egész, amennyit én láttam. Igen. Ezt erőléttel is valahogy bírni kéne, és ez így ennyi idősen egy kicsit kihívás, főleg szülés után, főleg gyerekekkel, mikor tanuljak, mikor alszom, a kicsi nem alszik, bejövök, fáradt vagyok, kimerült vagyok. Tehát tehát azért tartok tőle. 6 éves, igen, azt látom, viszont óriási erőt adhat az, amikor oda van téve. Tehát amikor mondjuk kijössz egy próbáról, és azt érzed, hogy most megcsináltuk az első, nem tudom, felvonást, és úgy kezd összeállni, és hogy ez igazából, ez a tiéd, és hogy annak tehát hogy értem az a terhét annak, hogy a felelősség a színpadon egyedül a tiéd, de közben meg a... Nem tudom elképzelni, hogy hogy fogok elkezdeni, tehát nem tudom elképzelni, hogy milyen állapotban leszek az idegrendszerem, vagy pszichésen, vagy hogy mondják ezt, hogy fogom kitenni az egyik lábamat előre, a másikat utána, és elkezdeni ezt, vagy tehát tényleg félek. Aha. És remélem, hogy majd nem hagy cserbe az idegrendszerem, és nem az lesz, hogy annyira lezárok a félelemtől, hogy baj van, hanem pont az ellenkezője fog remélem történni. Megnéztem egy interjút Jodie Comerrel, aki ugye, már beszéltünk róla, aki a West Enden, meg hamarosan a Broadwayn is játsza ezt a darabot, és ő azt hiszem, hogy azt mesélte, hogy talán a jelmezes főpróbán tudatosodott benne azt, hogy így mondta, hogy oh my god, what am I doing? Tehát, hogy úristen, mit csinálok? Tehát, hogy amikor azt ott állt, és úgy érezte, hogy, és ő ki is mondta azt, hogy szar volt. Így mondta, hogy itt szar volt az egész, nem volt jó, és ott állt, hogy nem tudja, mit csinálja, és utána valahogy mégis kirántotta magát ebből, és az egyik lábát a másik elé rakta, és utána játsza azóta is. Szóval, hogy neked van-e technikád arra, hogy amikor ennyire félsz valamitől? Nem, azért nincs egyelőre, mert nem szoktam ennyire félni. Általában tudok ilyet lenni, de még nem mentem neki, azt hiszem, soha úgy bemutatónak, hogy féltem, vagy próbáltam volna úgy, hogy féltem. Én általában nem izgulok előadáson sem, tehát hogy nem érzem azt, hogy úristen. Nem vagy lámpalázós? Nem. Aha. Nem, de ez nyilvánvalóan annak köszönhető, hogy tényleg tehát a partnerekre figyelek. Tehát általában teljesen ki tudom kapcsolni azt, hogy engem néznek. Igen. Ami például egy ilyen helyzetben rögtön, mert 3 kamera csinálja ezt velem, teljesen más. Tehát így például nem tudom kikapcsolni. Vagy azt hiszem nem tudom. De most voltak másodpercek. Ezt akartam mondani, hogy úgy éreztem, hogy vannak pillanatok, igen, amikor flóba kerültél, igen, de most megint. Most eszembe jutott a lámpalászról. Remek. Jó kérdés volt. Nem, de ez azért, hogy én például iszonyú lámpalázas vagyok. Képzeld el, a mai napig. Tehát, hogy a színpadon. Itt nem, mert ez az én kis terem, ezzel járok napközben, egyébként is úgy, tudod, megszoktam, meg az enyém, de a te tereped, amikor mondjuk úgy kell műsort vezetnem, vagy moderálnom, hogy színpadon élő emberek műsort vezetni? Igen. Ja, hát én megszínészkedni nem tudnék. De az egy megírt szöveg, meg be van próbálva, az fix, de ez improvizálni is. Impro-színházban akkor te nem fogsz elkalandozni. Nem, már a monodrámáról is ezt mondtam. Igen, ezt akartam mondani, hogy figyelj, nem tudom, mennyire hiteles ez most már, ez a nem én soha. Na mindegy, szóval, hogy ez egy típus, ez a lámpalázas típus, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy összerántja a pánik majd ezt azért, mert hogy muszáj neki. Muszáj neki, és a Jodie azt mondta, hogy mikor megkérdezték tőle, hogy ők, mert hogy iszonyú teher, és adásul ez egy nehéz történet, és én szeretnék is a történetről beszélni, mert tökre érdekel, hogy mit gondolsz róla, úgy az egésznek az aktualitásáról, meg jelentőségéről, de hogy azt a terhet ők például őnála úgy oldják fel, hogy mindig szól a zene a backstage-ben. Tényleg? Igen, hogy ők így gyakorlatilag kibulizzák magukból a feszültséget előtte és utána rögtön. Jó ötlet. Próbáljátok ki. Jó. Köszönöm. Na, de hogy beszéljünk egy kicsit arról, hogy miről is szól ez a darab, mert szerintem elképesztően mai, még akkor is, hogyha tudom, hogy Puskás Samu, aki ugye a te színházigazgatódnak, Puskás Tamásnak a fia, és ez az első rendezése. Igen. És ő külföldön, Amerikában, meg Angliában tanult, és ez egy ősbemutató, szóval olyan, ez tényleg ez a no pressure szituáció, amikor így első rendezés, ősbemutató, kortárs darab, monodráma, Dorinának is első, szóval, hogy Isten ideje, hogy pont ettől van egy ilyen nagy felhajtó ereje, és azt látom, hogy ti ketten nagyon jó tandemben dolgoztok együtt. Én is ezt érzem, nagyon-nagyon szeretem. Először megijedtem, mikor mondták, hogy ő fogja rendezni, nem azért, mert nem bízom benne, csak mert azt gondoltam, hogy ennél nehezebb nincs, mint egy monodráma, és első rendezésként ezt bevállalni egy olyan emberrel, aki ráadásul többször megpróbálta elmondani, hogy nem fog menni, ezt nem szeretném, de valahogy mégiscsak odáig jutottunk, hogy akkor menjünk bele, mert beleszerettem a darabba. Tehát én megkérdeztem a Bástillőt, akivel pont akkor forgattam, hogy szerint ez jó ötlete, hogy ezt a Samu elsőre így bevállalja, és azt mondta, hogy nyugodj meg, imádni fogjátok egymást, és a Samu nagyon otthon van a színházban. És mivel ezt a Bástillő mondta, azt mondtam, hogy oké, nézzük meg, és tökéletesen igaza volt. Nagyon jó köztünk a kémia, nagyon-nagyon értem, amit beszél, és még nem volt egyetlen egy félmondata sem, amikor azt éreztem volna, hogy jól van, ki vagy te 26 éves első rendező, tehát hogy egyszerűen nem jut eszembe, hogy ő neki ez az első rendezése. Én azt figyeltem, amiközben figyeltelek titeket a nézőtéről, hogy olyan nagyon szelíd. Nagyon szelíden nyúl hozzá ehhez a helyzethez. Ez egy nagyon delikát helyzet, hogy ott van egy színésznő és egy rendező férfi, és már ez a darab is, ugye, most már mondjuk el, hogyha már itt mondtam, hogy akarok a témájáról beszélni, de inkább mondd el te, hogy ki is ez a Tessa. Tessa egy ügyvédnő, aki egy védőügyvéd, aki olyan embereket véd és ment fel nagyon nagy sikerrel, akik nemi erőszakot követtek el, vagy vélhetően követtek el. És a történet az, hogy ő is belekeverik egy ilyenbe, megtörténik vele egy erőszak, és a másik oldalon találja magát hirtelen, és látja, hogy a rendszer, amiben ő is dolgozott, és amiben hitt, az mitől nem működik. Tehát hirtelen a fonákja megmutatja magát neki. Szóval, hogy ez annyi mindenről szól egy szexuális zaklatásos ügy, és erről most az elmúlt 5-8 évben nagyon sokat hallottunk, egyre többet színházi kulisszák között is hallottunk róla, tehát hogy oda is kereteződött ez a történet, és azért is volt nekem tökre érdekes látni titeket dolgozni, mert olyan nagyon szelíd volt ez a dolog, ahogy szerintem nagyjából így kell, én nem értek ehhez, én csak emberileg mondom ezt, hogy így nagyjából azt gondolom, hogy így kell bánni egymással. Igen. Egy hatalmi helyzetben lévő rendező és az alárendeltje színész viszonylatában, akár férfi, akár nő, de mondjuk ugye itt most nő-férfi viszonyról is szó van. Igen. Hát ő végig azt is képviseltem, még mielőtt el nem kezdtünk dolgozni, hogy ő semmi másra nem lesz, csak azért, hogy nekem könnyebb legyen, vagy próbáljon nekem segíteni. Tehát ő egy másodpercig nem volt olyan, akkor most visszamész, megcsinálom még egyszer, mert tehát nem... Ebből a szempontból nem rendezőként viselkedik velem, hanem tudja, hogy nagyon-nagyon sok türelemre van szükségem, meg szeretetre, meg megerősítésre ahhoz, hogy ez összejöjjön, és türelmes velem is lett. És ezt adjam. És nagyon tisztán, nyugodtan fogalmaz, és mondja el, hogy mit szeretne látni. És 41 éve is nagyon nyugodtan ugyanazt elmondja, amikor nekem eszembe jut, hogy ja, ezt megbeszéltük, bocsi, előről. Igen, és ezért te tényleg huncut vagy. Én huncut vagyok, igen. Tehát, hogy te azért így mint egy ilyen, így fickándozol ebben. Én legalábbis még egyszer mondom, ezt csak én láttam abban a, nem tudom, egy órában, amit néztelek titeket közösen, hogy a közös munkában, hogy úgy feszültségoldásnak használod a viccet, igen, a humort, az öniróniát, mindent. Tehát, hogy itt azért... Igen. Szomorúbb, mint ami kívülről tűnik, sajnos. Igen? Igen, mindig viccelődök, hogyha befeszülök. Aha. Mindig viccelődök. De ez már gyerekkorodban is így volt? Azt hiszem, igen. Úgy emlékszem. Már anyukám is ezt csinálta. Tényleg? Igen. Anyukád mivel foglalkozott? Mert azt mondtad, hogy apukád vízilabdaedző. Ő államigazgatásban dolgozott, jegyző volt mindenféle önkormányzat. Anyukám egy ilyen ember nem tudja megszámolni hány diplomás nő. Aha. Iszonyú IQ-val. Úgyhogy ő meg... Hát akkor mind a ketten civilek. Abszolút. Te vagy a családban az első, aki színpadon van? aki nem akar, de mégis ott van. És ha már arról beszélünk, hogy egy színész és rendező viszonya, neked volt olyan, amire ma már azért sokkal többet tudunk ugye arról, hogy hogy a határátlépések hogy zajlanak, vannak szavaink arra, ha más nem, akkor erre mindenképpen jó volt szerintem a MeToo, hogy vannak szavaink arra, az érzéseinkre, amit sokszor az ember nem is veszi észre, hogy valami nem oké, vagy nem tudja megfogalmazni. Szóval, hogy volt-e neked olyan, amit mondjuk a mai fejeddel már úgy látsz, hogy hát ez lehet, hogy határátlépés volt, és nem volt oké? Rendező? Mondjuk akármilyen színházi, vagy akármilyen élethelyzetben, igen. De mondjuk most per pillanat rendezőtől kérdezem, de ha bármilyen valami megosztható, az érdekes lehet. Nem is tudom. Olyan volt, amit akkor úgy éltem meg, hogy az. Utólag nem ezt gondolom. Tehát utólag nagyon sokat edződtem, és nagyon sok mindent kaptam azoktól az emberektől, akik a legkeményebben kezeltek engem. Akkor lehet, hogy sírtam, és lehet, hogy azt éreztem, hogy meg vagyok alázva, 20 pár éves fejjel, és most visszanézném videóról, lehet, hogy azt mondanám, hogy túlment a részéről, meg a részemről, a hiszti, meg a nagyon a lelkemre vettem különböző mondatokat, nagyon érzékeny voltam, de nagyon nagy szükségem volt rájuk, azt hiszem. Számomra ez a darab ez arról is szól, hogy nagyon sokszor nem egyértelmű, hogy hol a határ. Nyilván az egyértelmű, hogy a nem az nem. Tehát, hogy az akármikor hangzik el, a nem az nem, ezt így le kell itt szalán szögezni az elején, de mégis nagyon sokszor van az, hogy a határok el vannak mosódva, meg hogy ahogy el is hangzik amúgy a darabban, hogy talán a darabban hangzik el, hogy igen, hogy az ilyen esetek legtöbbször az egyik, egy ember a másik ellen, egy megélés a másik ellen, egy szó a másik, egy vélemény a másik ellen, és hogy abból aztán mi kerekedik ki a bíróság előtt, az sokszor magán a rendszeren múlik, hogy ez a rendszer mennyire teszi lehetővé az igazság felderítését. Így meg, hogy akarja egyáltalán felderíteni, és nem is csak a nem erőszak ügyekre gondolok, hanem szerintem Magyarországon például nagyon nagy probléma a családon belüli erőszak, és az, hogy valakit akár csak szóval, hogy bánt a partnere, és aztán ez adott esetben ebből nagyon sok probléma volt az elmúlt pár évben is, hogy Magyarországon mondjuk egy gyerekelnézési párban nem számít az, hogyha az apuka agresszív, vagy az apuka, vagy az anyuka, nem akarom ezt úgy csinálni, igen, mint hogyha ez csak egy férfi lehetne. És ez Magyarországon tényleg nem a tárgyhoz tartozik valamiért, ami furcsa. Ez, igen, és ezért szerettem bele ebbe a darabba, mert hogyha nem is történt valakivel nem erőszak, akkor is minden nő, minden ember életében volt olyan, amikor azt érezte, hogy gyengébb, hogy nem tud egy adott helyzetből kikecmelegni, vagy majdnem minden nő. Az olvasón egészen... Az olvasópróbán? Az olvasópróbán, igen, egészen döbbenetes dolog történt. Gyakorlatilag mindenki szemében láttam, hogy valahogy személyesen valamelyik részlete érintette. Ismerős neki. Igen. Aha. Tehát, hogy egy-egy szavak előhoztak belőlük, ahogy belőlem is, amikor először olvastam és megnéztem, olyan régi traumák jöttek belőlem elő, amit azt gondoltam, hogy már rég magam mögött hagytam, és mégis hirtelen azt éreztem, hogy igen, azt elnyomtam, nem feldolgoztam, nem túl vagyok rajta, csak lenyomtam valahova mélyre. Azt mondja Jodie Comer, hogy amikor kiállt a West Enden és elkezdte játszani ezt a darabot, pont azt mondja ő is, hogy ugye nagyon közvetlen a kapcsolódás a közönséggel, tehát hogy ugye ő is egyedül volt nyilván ugyanebben a szerepben, és kénytelen volt a nem tudom hány száz szempárnak játszani, és velük összekapcsolódni, és hogy érezte, és főleg nőktől ugyanezt, amit mondasz az olvasópróbáról, hogy ilyen kis... Igen. Hangosabb levegővételekbe, vagy bentartott levegőkbe, vagy hirtelen mozdulatokban. Én azt láttam az ő előadásában, moziban. Nem kaptunk rá jegyet, mert nem volt rá esélyünk, de megnéztem moziban. Nyilván teljesen máshogy nyúlunk hozzá, mint ahogy ők hozzányúltak, de én olyan pofont, tehát hogy a nőkkel együtt ömlöttünk ki a moziból, és minden pontján a térnek bőgött valaki. Én kimentem sajnos rágyújtottam, és azt éreztem, hogy oké, ez volt. Nagyon-nagyon felkavaró tud lenni ez a darab. Vagy az, valószínűleg az lesz, ha jól sikerül. Igen. És arra fel vagy készülve, hogy erről diskurzus lesz, és mondjuk abban esetleg részt, mondjuk most is már van, és abban részt kell venni, és hogy ez ennek van egy ilyen felelőssége, és most nem megint rád rakni azt, hogy paráz az egésztől, hát az egésztől parázol, de hogy ennek súlya van, és ezt a diskurzust vinni kell akkor tovább. Igen, de hál' Istennek a darab sem ad egy darab megoldó kulcsot, tehát nem mondja azt, hogy ez így van, vagy így nem dönt, hogy fekete vagy fehér, hanem szerintem arra lesz jó, hogy tényleg egy beszélgetést elindít. A barátok között, akik eljöttek, adott esetben a férj lehet, hogy meg tudja kérdezni a feleségét, hogy mi az, is olyan dolgokat tudnak átbeszélni, amiket nem tudnának enélkül. Tehát nagyon remélem, hogy egy beszélgetést indít el, amiben szívesen részt veszek majd adott esetben. Amikor mondod, hogy neked is bemozdultak akár rég elnyomott traumák, a traumafeldolgozásról akarok veled beszélni, nem magáról az, hogy mi történt, mert az egy nagyon intim térben van, az nyilván, hogy az arról, mikor az ember, mikor, hol oszt meg mit az ember, az annyira egy ilyen intim dolog tényleg. De hogy nyúlsz hozzá a régmúlt, vagy akár a közelebbi múltnak a sebeihez? Neked mik a megküzdési mechanizmusaid, úgymond, vagy módszereid? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Ez az. Beszélek. Kényszeresen őszinte vagyok. Ez is egy oka annak, hogy nem szeretek interjút adni, mert kiszaladnak belőlem a dolgok, főleg, hogyha azt érzem, hogy megbízhatok az illetőben. Tehát olyan dolgokat mondok el, amit hirtelen mindenkinek nem szívesen mondok el, de neked tök szívesen beszélek róla, és nem veszem észre. Hát én rettentő kényszeres beszélő vagyok, mindent elmondok, és minden sérelmemet is átbeszélem. Nagyon szépen és nyugodtan. Tehát beszélek. Addig beszélek, amíg azt nem érzem, hogy lecsendesedett körülöttem a víz. És kinek beszélsz? Magamnak, a páromnak, a szüleimnek, a barátaimnak, a nézőknek az egyes előadások kapcsán. Nyilván nekünk ez nagy segítség, nagyon sok mindent feldolgoztam már színpadon. Pusztán csak azzal, hogyha az ember 81-re is neki megy egy problémának, ami érinti, akkor időmúlva elkezd valahogy felkönnyülni minden is. És hogyha mersz róla beszélni, akkor már nem félelmetes és nem ijesztő, mert kimondtad, hogy meg tudtad magadnak fogalmazni, hogy ez a baj. És mondjuk hát főleg a nagyobbik, mert a 2 éves gyerek az még most kezd beszélni, vagy hát gondolom már beszél, de még nem olyan mélységben lehet vele absztrakciókról beszélni, de mondjuk a nagyfiaddal már azért lehet. Rendesen beszélni, kibeszélni, megbeszélni. Hát arra az anyukaként is ilyen beszélős vagy? Az ő problémáival, igen, a sajátomat megpróbálom nem rátolni. Tehát az nagyon ritka, amikor őt egyszer-egyszer így, tehát most segít szöveget tanulni például. Tényleg? Ebben a darabban? Igen, vannak jelentek, amiket nem hagyom, hogy ő kikérdezzen. Tehát ugye, hogy 1-től 6-ig kikérdezés, aztán 8-tól 11-ig. A 7-ben van a kemény. Tehát én nem tolom rá, nem azért, mert nem elég nagy hozzá, csak azért, mert nem kell neki ezeket a dolgokat az én hangomon, az édesanyja arcával hallani. Épp ezért nem is szoktam, nem nagyon látott színházban, egyszer volt. Egy hónappal ezelőtt néztem meg a 222-t itt a Centrálban, mert az egy elég sokkal könnyebb dolog, de nem látott színházban egyáltalán. Ez érdekes. Mert hogy mennyire mersz előtte például törékeny lenni, összezuhanni, fájni. Mert olyan érdekes, amikor az ember annyira, mondjuk vannak olyan élethelyzetek, amikor egyszerűen annyira szarul vagy, hogy nem tudod a gyereked előtt sem tartani magad, pedig próbálod, igen, nem rárakni, ez egy tök jó szó, de mégis jön. Mert kész, mert elvitathatatlanul szarul vagy. Nehéz ügy. Igen, hogy mennyire mersz előtte szarul lenni. Igyekszem nem, de hogyha megtörténik, akkor átbeszéljük, elmondom, hogy mi bajom van, hogy értse, hogy ne megijedjen, hanem tudja, hogy mivel küzdök, de azért nagyon igyekszem, meg én nagyon keveset sírok. Gyakorlatilag mióta fiatalkoromban rettentő sokat bőgtem, de mióta a színházban estéről estére folyamatosan bőgnöm kell. A lányok is sír, ugye? Igen, valahogy mindig olyan szerepeket is kapok, amiben sírni kell, ezért a magánéletemben teljesen legyugodtam. Tehát nem nagyon tud olyan dolog jönni, amitől én elkezdek nagyon bőgni. Nyilván, hogyha valakit elveszítenék, vagy az megint más, de nem, most már nincsenek ezek a, meg is öregettem, nincsenek ezek a nagy érzelmi hullámaim, és körök, és szenvedek, és szeress, és nem szeretlek, és tehát ezt már nem csinálom. Úgyhogy... Ez olyan érdekes, hogy azt mondod, 41 évesen, hogy megöregettél. Hát, hogy ebből a szempontból lehiggadtam, vagy szépen tudom már magamat kezelni. Meg olyan nagyon könnyeden mondod ki ezt a szót, hogy megöregetés, ez tök jó, mert hogy nem csak azért, mert idősebb vagyok nálad és megnyugtat, hanem azért, mert hogy ez egy teljesen természetes része az életnek, de mégis valahogy meg vannak bélyegezve, főleg a nők. Borzasztó. És főleg 40 fölött, és főleg a színésznők. Igen, szörnyű. Nem is tudom, igen, az egészben a legrosszabb, hogy úgy várják el, hogy valamiért te ne öregedj meg. Tehát, hogy rácsodálkoznak, hogy te is csinálod, pedig mindenki csinálja. Tehát úgy várják, hogy a méltósággal kell megöregedned, de úgy, hogy teszel ellene nagyon sokat, mert különben kapod. Tehát, hogy valahogy rettentően vékony helyen kell, igen. Hogy mi az, amit megcsináltatsz, mi az, amit hozzányúlhatsz egyáltalán, hogy borzasztó rossz. Igen, és mi az, hogy méltósággal. Döntést, igen, hogy mi az, hogy méltósággal, hogy mi fér bele, meg mi nem, hogy mi az, ami nekem jó, ahogy én érzem jól magam, engem egyelőre nem zavarnak. Megöregettem, itt nem is úgy érted, de nem gondolom magam öregnek. Nem is vagy öreg. Meg hogy főleg, hogy tényleg 20 évesként viselkedek, még mindig tökre meglep, amikor általában magamnál sokkal fiatalabb emberekről azt gondolom, hogy idősebbek, mint én. Marha keveset nézek tükörbe, csak akkor, hogyha sminkelni kell előadás előtt, és minduntalan meglep, hogy ki hány éves, illetve egy pár éve valahogy mindenkit, aki pillanatnyilag él mondjuk 20-tól 99-ig, a saját korosztályomba sorolok. Mert itt vagyunk mi együtt, vagy nem ő is ugyanúgy érzi magát. Ő 72, de valahogy legbelül mióta érzem, hogy itt nem történt változás, azóta azt érzem, hogy valószínűleg benne ott van az a kislány, ott van az a nő, ott van az... És ettől mindenki ugyanannyi idős lett hirtelen a bolygónkon. Visszaértünk. Akkor megyek dolgozni. Jó. Örülök, hogy nem azt mondod, hogy úristen, jó rész már. Szeretek itt lenni, csak nagyon fáradt vagyok. Igen, de egyrészt nem látszik, másrészt meg köszönöm, hogy próba és előadás között erre időt szentál. Főleg úgy, hogy tudom, hogy mindent meg szoktál tenni, hogy megakadályozd az interjúk megtörténését. És örülök, hogy ez most nem sikerült. Én is örülök. És igen, és hát kalappal ehhez a darabhoz jövök, és mindenképpen megnézem akkor is, amikor kész van. Jó. Csak ne a bemutatót. Nem a bemutatót, tudom. Jó, megvárok. Nagyon jól megy a szöveg, jó. Jó, és minden rendben lesz. Egy fotót még ez belefér? Igen. Több mint egy éve történt valami, ami... Megpróbálom úgy elmondani, hogy nem bőgöm el magam. Azt onnan tudtam, hogy nem kell mondanom semmit, hogy azok az emberek teljes messzélességgel álltak mellém mindenben. Tehát akár a legjobb barátnőm, akár a Curtis, az Attikának hívom, a Széki Ati. Látod ezt a kis ikont? Ha erre rákattintasz, nem maradsz le a legfrissebb epizódokról. Csatlakozz a WMN YouTube csatornájára.